békesség, Klímainé Jakab Krisztina vagyok, és szeretnék bizonságot tenni arról, hogy milyen volt az életem, és milyen körökben forogtam azelőtt, mielőtt Jézust megismertem. 12 évvel ezelőtt egy áprilisi napon adtam át az életemet Jézusnak. Megtérésem előtt indult a gyülekezetben egy keresztkérdések című sorozat. Ezek alkalmak egyikén esett szó az okkultizmusról. Azt sem tudtam, hogy mit jelent, talán nem is hallottam előtte még sohasem. Ahogyan kezdtem közeledni Isten felé, megismerni őt és az ő fiát Jézust, úgy nyitotta fel a szememet Isten azzal kapcsolatban, hogy mennyi titkos, rejtett, számára utálatos dolog, bűn van az életemben. Apukám halála után megidéztük a szellemét, asztaltáncoltatás formájában sikerült. Ma már tudom, hogy nem ő, hanem a sátán jött elő. Kislányom halála után szinte minden napot a temetőben kezdtem. Ültem a sírján, és beszéltem hozzá, tőle kértem segítséget. Ma már tudom, hogy az elveszített hozzátartozóink, szeretteink nem látnak, és nem hallanak bennünket. Amikor hozzájuk beszélünk, akkor a sátán szólítjuk meg. Nagyon veszélyes. Jós nőnél voltam, kíváncsi voltam a jövőmre. Állandóan olvasgattam a horoszkópomat. Stresszoldásra jártam kineziológushoz. Annyira megtetszett, hogy meg is tanultam. Egy ideig kineziológusként dolgoztam. Nagyon tetszett, hogy mások tudatalattiában utazgatok, akár generációkon keresztül. Sok sikerélményem volt. Volt egy hölgy, aki 3-szor volt nálam, és letette a nyugtatókat, kedélyjavítókat, amiket évek óta szedett testvére halála miatt. A tanfolyam alatt volt, akinek megnyílt a 3. szemem, és látta a szellemvilágot. Ijesztő volt, mégis vágytam arra, hogy én is láthassam. Reikit tanultam, és intenzíven használtam. Kézrátétellel univerzális kozmikus energiát használtam. Energiablokkokat oldottam fel, csakrákat nyitottam meg. Egyszer babalátogatóban voltam az egyik barátnőmnél, és panaszkodott, hogy pár hetes kisbabájának 2 napja nincs széklete. Fáj a hasa. Körülbelül 2 percig tartottam a kezem a pocakja felett, és 3 pelust cseréltünk alatta. Férjemet, gyermekeimet és magamat is kezeltem a reiki segítségével. Ezeket nem dicsekvésképpen mondom. Nagyon jól működnek, nagyon hatékonyak ezek a módszerek. Éppen ezért félelmetesek és veszélyesek. Hálás vagyok, hogy ma már tudom, hogy nem Isten van ezek mögött a dolgok mögött, hanem a sátán. Egyébként a reiki és a pránanadi nagyon-nagyon hasonló. Vírusszerűen terjed a világban, és mindkettőt el kell kerülni. Hosszú évekig a Titok című könyv volt a Bibliánk. Be akartuk vonzani az egészséget, a boldogságot, a pénzt, elűzni a betegségeket. A szerző még a Bibliából is használ igéket, persze félre magyarázva. A tudatlan ember pedig elhiszi, mint ahogyan mi is elhittük. Meditáció. Nagyon sokat meditáltam. Ilyenkor ellazulunk, egy adott dologra koncentrálunk. Vannak, akik ilyenkor transzba is esnek. Van, aki azt vallja magáról, hogy meditáció segítségével lép kapcsolatba Istennel. Nincs meditációra szükség. Egyszerűen imádkozni kell, megszólítani Istent és beszélni hozzá. Hipnózis, ez egy alváshoz hasonló állapot, ettől engem megkímélt az úr, de például a férjem részt vett egy ilyenen. Hipnotizálták, visszavitték előző életébe, hogy ott feloldják a problémáit, szorongásait. Természetesen ma már ő is tudja, hogy ez is a sátán műve volt. Egy életünk van itt a földön, és majd utána jön az örökké valóság. Ingát használtam, 99% pontos választ kaptam a kérdéseimre. Például, hogy milyen lesz egy születendő babának a neme. Terveztem, hogy angyaltanfolyamra megyek, kapcsolatba lépek az angyalokkal, és behívom őket az életembe. Akkor még nem tudtam, hogy egy bukott angyal már az életem része, aki nem más, mint a sátán. Számmisztikát szerettem volna tanulni. Ez is egy ezoterikus dolog, ami okkult dolognak számít. 37 évig az ördög legjobb cimborája voltam, és ezzel szembesülni nem volt könnyű. Amikor leültünk a tiszteletes asszonnyal imádkozni megtérésem előtt, összeírtam minden egyes okkult dolgot, ami az életemben volt, és egyenként megtagadtam azokat. Kértem Istent, hogy bocsássa meg őket, és mutassa meg nekem, ha van még valami az életemben. A sátán viszont nem vonult vissza, nagyon intelligens, mindig lesben áll, és vár arra, hogy támadhasson. És most 2 történetet szeretnék elmesélni a kedves testvéreknek, egyszer, amikor csapdába estem, és egyszer pedig, amikor nem. Egy céges rendezvényen voltunk, és volt ott egy fiatalember, aki kártyatrükköket mutatott,
és nagyon jól szórakoztunk, és egyszer azt mondta a férjemnek, hogy gondoljon 2 darab szóra is, és nagyon koncentráljon erre a 2 szóra. Ezt megtette a férjem, ez a fiatalember leírta egy papírra, de nem az a 2 szó volt, és viccesen azt mondta, hogy jó, akkor ezt gyakorolnia kell neki. Térjünk vissza a kártyatrükkökhöz. 1-2 trükköt mutatott még, és mielőtt elköszönt, a névjegykártyáját, egy névjegykártyát kivett a zsebéből, és odaadta a férjemnek. És a névjegykártyának a hátoldalán az a 2 darab szó volt, amire a férjem gondolt, és koncentrált rá. És csodálkoztunk, és húha, hogy milyen fantasztikus, és mit tud ez a fiatalember, és hozzáteszem, hogy akkor már egy pár éve megtértünk mind a ketten, és az új gyermekei voltunk, és hazafele az úton esett le nekünk a tantusz, hogy hoppá, csapdába estünk. Ez a férfi ugyanúgy kutakodott a férjem gondolataiban, mint ahogyan én kutakodtam kineziógusként mások gondolataiban, és bár nagyon rossz érzés volt, de a hazafele utat végig imádkozva hálát adtunk az Úrnak, és olyan jó, hogy leborulhatunk hozzá, és ha megvalljuk bűneinket, akkor megbocsátja ő. A második alkalom pedig nem régen volt, egy ilyen 3 napos esküvőn voltunk, és péntek este egy hölgy összehívta a násznépet, és egy körbeálltunk, és amikor láttam, hogy fáklyák vannak, akkor már jött egy rossz érzés, hogy valószínű nekem nem kell itt lennem, és jól is éreztem, elvonultam, és hát egy sámán tánc vette kezdetét. A fülembe lihegett az ördög, hatalmas nagy félelem, féltem, ideges voltam, elkezdtem sírni, és nagyon kétségbe estem, és éreztem, hogy most kell nekem imádkoznom. És először is hálát adtam Istennek, hogy a férjem, a gyermekeim és én teljesen külön vagyunk, nem vagyunk ott, és hogy mi már tudjuk, hogy ez utálatos neki. Utána pedig kértem Istent, hogy azoknak az embereknek, akik ott vannak köztük, a szeretteimnek, bocsásson meg, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. És ugye van egy olyan mondás, hogy legszebb öröm a káröröm. Másnap hallottuk, hogy a hölgy panaszkodott, hogy nem volt jó a tánc, nem jöttek az energiák, és olyan jó volt, hogy az Úr Jézus így megdicsőítette magát, hogy a férjem és én imádkoztunk, és az Úr meghallgatta, és nem jöttek az energiák. Most nem tudott csapdába csalni ebben az esetben. Hálás vagyok, hogy most bizonságot tehetek. Ilyenkor, amikor okult dolgokról beszélek, akkor mindig csordultig van a hálával a szívem, hogy miből hozott ki engem az Úr. Fájdalmunkban, gyászunkban kapaszkodókat keresünk, és az esetek többségében Isten az utolsó, akihez fordulunk. Ha Istent választjuk, akkor az okult dolgoknak nem adhatunk helyet az életünkben. 2 úrnak nem szolgálhatunk. Vagy Isten, vagy a sátán, vagy jobbra megy valaki, vagy balra. Azok, akik középen akarnak maradni, ketté vágatnak. Megköszönve a testvérek figyelmét, egy igével szeretném zárni a bizonyságtételemet. Józsué könyvének 24. részének 15. verse. Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Áldás, békesség! Oláh Fenyves Judit vagyok, a Fóti Református Egyházközség tagja. 2019 nyarán adtam át az életemet az Úrnak, akkor indult új életünk. Most azonban mégis a régiről szeretnék mesélni. Mindig is hittem Istenben. Gyerekkorom óta járok templomba, imádkozom, de Jézust nem ismertem, és számtalan helyen kerestem korábban boldogulást, boldogságot, megoldásokat. 2 gyermekünk van, 12 és 8 évesek. A nagyobbik fiunkon születésétől érezzük, hogy más, mint a többi gyerek. Kezdő szülők lévén nem tudtuk, mihez kezdjünk, már csecsemőként szakemberekhez fordultunk. Számos dolog ki is derült, ami látszólag választ adott nyugtalan, aktív, fáradhatatlan viselkedésére. Elkezdtük a javasolt kezeléseket. Hol javult, hol rosszabbodott a helyzet, rendkívül el voltunk keseredve és fáradva.
Majd közösségbe került bölcsöde, óvoda. Kilógott a társai közül, pedagógusai nehezen kezelték, az otthoni helyzet is folyamatosan romlott. Neurológus, pszichológus, mindenhova vittük, hogy javuljon az állapota, de sajnos rosszabbodott. Az egyik volt óvodástársának az édesanyja kineziológus, aki egyik reggel elkezdett mesélni a módszerről, és felajánlotta a segítségét. Nem tudtam, mi ez, nem is nagyon hittem benne, elsőre elutasítottam. Ekkor született meg második fiunk. Fáradtság, kimerültség, teljes elkeseredés. Eljutottam odáig, hogy már mindegy ki vagy mi segít, csak változzon a viselkedés, mielőtt mindenki és minden összeomlik. Elmentem hozzá egy kezelésre, és elindult a lavina. Egyszerre ijesztő és fantasztikus élmény volt. Olyan információkat mondott, amiről nem tudhatott, csak ámultam. Elmondta, hogy miket olvasott ki a testemből, hogy mi okozhatja a gyerek problémáit, hogy hogy oldja ki ezeket a múltbeli sérelmeket, és hogy fog jelentősen megváltozni az életünk. És valóban jelentősen megváltozott, de akkor még fogalmam sem volt, hogy milyen irányban. Csak szárnyaltam, hogy végre van megoldás, és minden rendben lesz. Ehhez viszont rendszeresen menni kellett, sőt, a gyereket is vinni kellett. Ő foggal körömmel ellenkezett, az első kezelést végig üvöltötte, hogy hagyjuk békén. Utólag belegondolva, ez is mennyire csodálatos, hogy ő már akkor érezte, hogy ez neki mennyire rossz. Egyre mélyebben ástam magam a témába. Ijesztő dolgok történtek, minden alkalom megviselt és felkavart, de látszólag mindig javult a helyzet az adott kezelt problémával kapcsolatban. Nagyon boldog voltam, és azt éreztem, megoldást lehettem mindenre, és egyre jobban érdekelt az okkultizmus. Elvégeztem egy kineziológiai tanfolyamot, reiki oktatói papírt szereztem, családállításokra, spirituális tanácsadásokra jártam, ahol a túlvilággal és a démonokkal is kommunikáltunk. Én is kezeltem magamat és a gyerekeket is otthon. Időm és pénztárcám legnagyobb részét ezek az alkalmak töltötték ki. Majd lassan-lassan a számlák benyújtásra kerültek. A gyereken egyre furcsább dolgokat vettünk észre. Nem mert fényes lappal sem a lakásban közlekedni. Állatokat, fura lényeket kezdett látni a szobájában, rettegett. Az éjszakai rémálmai kezdtek elviselhetetlenné válni. Én a rengeteg múltbéli utazástól, információtól, halottakkal való beszélgetéstől, más emberek helyzetébe való érzelmi belehelyezkedésektől, és mindattól, ami az alkalmaktól kevergett bennem, kezdtem megzavarodni, félni, pánikolni. Mindez persze fokozatosan következett be. A gyerek állapota odáig fajult, hogy órákig vigasztalatlanul üvöltött éjszakánként önkívüli állapotban. Rettegett éjjel-nappal. Teljes elkeseredettség, tanácstalanság. Persze a kezeléseket aktívan folytattuk, hiszen gondoltuk, hogy most van rá csak igazán nagy szükség. Ekkor már pár hónapja jártunk a gyülekezetbe, Isten tiszteletekre, alkalmakra. Hiába jártunk korábban is templomba, közösségre és Jézusra itt találtunk. Testvérek figyelmeztettek többször, hogy amikben vagyok, Istennek nem tetsző és nem biblikus, de nem láttam, hogy a kettő miért zárná ki egymást. Az egyik Isten tisztelet után Julianna a lelkészünk állt a kapuban, és köszöntött minket. Valószínűleg sokat elárult a kinézetem, mert megkérdezte, hogy minden rendben van-e, és nem szeretnék elmenni hozzá lelki gondozói beszélgetésre. Örömmel mentem, és minden alkalom feltöltött. Julianna akkor még semmit nem tudott rólunk. Azt meséltem csak el, hogy vagyunk, miket élünk át. Mindebből rögtön azt kérdezte, nem vagyok-e benne esetleg valamilyen okkult dologban. Valamilyenben gondoltam magamban, mindenben. Rengeteget beszélgettünk a veszélyeiről, hogy nem Istentől való mindez, hogy valószínűleg ez okozza a jelenlegi helyzetünket. Elhittem, de nem értettem, hogy miért. Úgy voltam vele, ha megértem, talán el tudom fogadni. Na de, hogy soha többet ne használjam, és ne járjak ilyen alkalmakra. Kaptam könyveket a témáról, és sok-sok beszélgetés után az Úr kimunkálta bennem, hogy az egyetlen létező út és megoldás csak is ő. A következő lelki gondozáson letettem az Úr elé minden bűnömet, minden okkult dolgomat, ami még elgondva is rengetegnek tűnt. Kértem bocsánatát, kegyelmét, hogy költözzön a szívembe, és hogy ő legyen életem ura egyedül. Éreztük a helységben a küzdelmet a lelkemért. Amikor az okkult dolgokhoz értem, és a nagyfiammal átélt dolgokat kezdtem sorolni, fizikálisan fulladni kezdtem, és nem jött ki hang a torkomon. Sokáig hagyta az ellenség a bűnöket sorolni, de a gyereket nem akarta adni. Megálltunk, sírtunk, levegőt vettünk,
és persze győzött az Úr. Pár napon belül a gyerek elkezdte átaludni az éjszakákat, ami addig soha nem történt meg. Egy-két hét múlva egyedül közlekedett a lakásban, és boldogan mondta, hogy észrevettem, hogy nem fél. És minden megváltozott, mind a négyünk életében. Készüléskor elém jött egy igevers. Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram, és megígért szabadításod, hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom. Zsoltárok 119, 33, 34. Én most nem csak a gyalázóimnak szeretnék választ adni, pedig vannak többen is, azoknak szeretnék választ adni, akik nem értik, hogy mi a veszélye mindennek, ahogy én sem értettem. Ezeken az alkalmakon legyen szó meditációról, kineziológiáról, reikiről, spirituális tanácsadásról, családállításról, bármiről. Az a cél, hogy a racionális gondolkodás kikapcsoljon. Misztikus, tudatalatti rétegbe viszi az embert, mintha magunkban keresnénk Istent, ami már önmagában is bűn. Akkor jó szerintük az alkalom, ha az emberi gondolatok szétesnek, megszűnnek, és helyükbe tud lépni valami misztikus tapasztalat. Kikapcsolja a bal agyfélteket, ami a racionális gondolkodásért felel, és működésbe lép a jobb, ami az intuitív érzéseket aktivizálja. Ezáltal olyan mély tudatalatti szintek nyílnak meg, válnak befolyásolhatóvá, ami súlyos veszélyekhez vezet. Komoly fizikai hatások érhetnek minket mindkét irányból. Csatornát nyitunk a démonoknak is, a negatív erőknek, hogy számukra kedvező információkat juttassanak az agyunkba, ami teljesen tönkre tehet minket. És elindulhatnak rémálmok, félelmek, szorongások sorozata, amiket mi is átéltünk, de előfordult már az is, hogy skizofréniává fajult. Egyik ismerősöm, aki ezzel foglalkozik, nem mer bemenni a saját konyhájába, mert sírások veszik körül, és folyamatosan beszélnek hozzá. A másik túl van egy több hónapos pszichiátriai kezelésen, de még most sem hisznek nekem. Illetve az egyik, aki nem mellesleg református közösségbe jár, kezdi érteni, de ugyanúgy benne dolgozik tovább. A legijesztőbb, hogy rengetegen nem is tudnak róla, hogy milyen következményei vannak. Sajnos hívő közegekben is alkalmazzák ezeket a módszereket. Tudok lelkészről, aki kineziológushoz jár. A meditáció keresztény körökben is terjed, és egyre népszerűbb, nem is sejtve kockázatait. Nem áll bibliai alapon. Ilyenkor önkívülieti állapotba kerülnek a résztvevők, de Isten jóváhagyása nélkül. A drog, az alkohol, amit feketén-fehéren tilt a Biblia, ugyanezt az önkívületi állapotot okozza, aminek során elveszti az illető a tudatos gondolkodást, nyílik a tudatalatti, amihez bárki hozzáférhet. És azt helyezel az agyban, amihez csak kedve van, ami az ő érdekeit szolgálja. Sehol a Bibliában nem találunk olyan felszólítást, amiben Isten bármilyen misztikus gyakorlatra hívná a hívőket. Isten minket a Biblia tanulmányozására hív, amihez nélkülözhetetlen a racionális gondolkodás. Önkívületi állapotban szinte hívjuk a sátánt, kísértjük. Megvakítottam a racionális gondolkodásomat, gyere, tiszta utat adtam, hogy te vezérelj, ne az evangélium világossága. Igen, érzelmekre és misztikumra szükségünk van. De ezt is megadja Isten, ha őt követjük. Ennek kizárólag tőle kell érkezni. Ő az egyetlen megbízható forrás, aki biztosan csak a jót akarja. Ilyen még egy nincs. Mi emberek nem tudunk várni. Azonnal megoldásokat akarunk a problémáinkra, azonnal választ akarunk kapni a kérdéseinkre, és érteni akarunk mindent, hogy mi miért történik velünk, pedig mennyi mindent nem értünk. Nincs türelmünk kivárni az Úr válaszait. Nem bízunk benne, nem hisszük el, hogy a nehézség is a javunkra van, hogy Isten a közben is valami csodát készít. Elmegyünk egy hókuszpókhoz, ő egy kisebb összegért, vagy nagyobb összegért, azonnal választ ad, és megoldást ígér. Nem beszélve arról, ha a gyerekeinkről van szó. A sátán nagyon okos. Egy anyát legkönnyebben a gyereken keresztül lehet megfogni. És igen, sajnos, ami ezeket a kezeléseket még vonzóbbá teszi, hogy működik. Igen, működik. A probléma oka, amit kiturkálnak belőlünk, valós. De kell nekünk tudnunk, hogy mitől szorongunk, és ha tudjuk, mennyivel vagyunk előrébb. Igen, a kineziológus úgymond kimondja, kioldja, és 2-3 hónapig jól is vagyunk. De indul minden előről. Elindul egy spirál, amiben forogsz, míg nem teljesen becsavarodsz. Ezek tünetet csillapítanak, ha csillapítanak, de nem megoldást szolgálnak. Az egyedüli megoldás
Jézus. A gyermekünk úgy született, hogy egyik szemére nem látott. Nem sorolom, hány helyre hordtuk, már őrjöngött, ha a szeméről volt szó. Letettem mindent, és csak imádkoztunk. A következő kontrollon a gyereknek 70%-os volt a látása. Szteroidos aszmás voltam. Az okkult kezelések során elmúlt minden tünetem. Minden gyógyszert le tudtam tenni, és jól voltam. Majd mikor megtérésem után elmentem egy orvoshoz, az orvos a röntgent nézegetve rám förmett. Mit tett magával? Kezdődő szívgyulladásom volt. A tünetek elmúltak, de a betegség a szerveimre húzódott. Tehát igen, az okkultizmus működik. Ezért nem értik sokan, miért rossz, mi a baj vele. De a számla is megérkezik előbb-utóbb, kinek-kinek milyen összeggel. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy kiszabadított mindebből, hogy megkaptam az új élet lehetőségét. Megértettem, megéreztem, és megtagadtam valamennyi okkult tudományt. Azt is megértettem, hogy nem kell mindent megérteni. Mióta az Úrral járunk, számos dolog történt velünk. A gyermek valós problémáinak okát és megoldásait is ő adta a kezünkbe, hiába kerestük annyi helyen, annyi éven át. Napról napra gyönyörködünk benne, ahogy bennünk és a gyermekeinkben munkálkodik Isten. És annyira fantasztikus, hogy nincs többet kételj, hogy kihez forduljunk, hogy ki az Úr az életünkben. És egy igével szeretném befejezni. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Jakab 1.12. Mert az Úr azoknak ígéri az élet koronáját, akik őt szeretik. A kísértések tűzében csak az Urat szeretők tudnak megállni. A többiek elsüllyednek, elkeserednek, vagy visszatérnek a világba. Köszönöm a figyelmet. Áldás békesség. Jesus.